újra megnyílt egy gyönyörű kiállítás, ami a Mindenki Géniusz Alapítványnak a egyik megnyilvánulása, ugye? Itt vagyunk, hol is vagyunk pontosan? Ez a második kiállítása az alapítványnak, és a Békásmegyeri Evangélikus Templomban vagyunk, ahol rendszeresen kortárs képzőművészek szoktak kiállítani. Most viszont az alapítvány, a tanítványok és az összes tanítványom kiállítása. Akkor ez az összes tanítvány, ez azt jelenti, hogy a gyerekektől az idősebbek, embereken keresztül a egészen a megélt korú emberekig mindenki állít itt most ki? Igen, azért három generáció a címe a kiállításnak, mert az egész pici korú 4 éves gyerektől, az óvodás középsős csoportos gyerektől, a 98 éves néniig itt mindenkinek a munkája megtalálható, vagyis óvodákba járó, két óvodába, ide ki úgy kapcsolódik ez a kiállítás a templomhoz és az idősekhez, hogy itt a szeretetházba, Gaudiópolis szeretetházba, idős otthonba járok külsősként művészeti foglalkozást tartani hetente egyszer, és akkor a néniknek a munkái is ki vannak állítva, illetve van középgeneráció, a tanítványok szülei is járnak alkotni a műterembe, úgyhogy ez ilyen egész tág, hogy a nagyon kicsi gyerek, a 10 éves gyerek, aki középiskolába készül, vagy csak úgy hobbiból szeret alkotni, és akkor az ő szülei, meg felnőttek is, akik alkotni vágynak. Akkor ez gyakorlatilag a folytatása annak, amit egyszer már kvázi feldolgoztunk, az a nyári táborszerű, vagy ez nem ugyanaz? Hát olyan szempontból, hogy vannak gyerekek, akik kiállítanak ugyanúgy, de vannak csak kizárólag a nyári táborban 10 éves, most már 16-17 éves gyerekek, kell csak nyaranta találkozom a táborban. De vannak, akik meg rendszeresen járnak hetente, és sajnos abból a társaságból egy-két gyerek van, aki rendszeresen jár, de hát most érthető, hogy 16-17 évesen más az életük. Sok-sok más elfoglaltságuk kerekedik. Szóval most kizárólag, bocsánat, hogy így közbevágok, kizárólag a tanítványaim, akikkel rendszeresen foglalkozok, nem kértem táborosoktól, mert így is iszonyú nagy az anyag, úgyhogy akik intenzíven járnak hozzám, azok állítanak ki. Vagy én járok hozzájuk. Ó, ez nagyon gyönyörű, mert ahogy itt egy kicsit körbenézek, ez olyan érzésem van, hogy valószínűséggel azt látom, hogy ilyen tematikus blokkok vannak, hogy különböző művészeti technikák vannak előtérbe helyezve, hogy ezt bemutatod nekik, és akkor ebből a technikával alkotnak, ugye, ha jól látom? Igen, minden alkalom, minden egyes foglalkozás köré próbálok felépíteni, már úgy értem, primitíven felépíteni, mert hogy nem tartok előadást, mint egy középiskolában vagy egyetemen, hogy vetítek az adott művészekről, hanem hozok albumot mondjuk, és akkor általában mutogatni szoktam képeket, stílusokat, valami technikát kipróbálunk. Vagy irányzatot, vagy technikát, vagy az adott művésznek a bőrébe bújva alkotni, például ott azon a részen Klimtek vannak, akkor van, ahol Dürer rajzokat, meg Schiller, szóval mindenféle stílusú tusrajzokat hoztam, és akkor abból inspirálódva dolgoztak, de hogy az a célom, hogy mint a saját művészetemben is mindennel foglalkozom, nem csak festés, hanem rajzolás és sokszorosító grafika, meg szobrászkodás, újrahasznosítás, hogy ugyanezt, ami fajta, már nem az én stílusomat rájuk erőszakolni, hanem megosztani azt a fajta, úgymond tudást, ez ilyen beképzelten hangzik, de hogy inkább vezetem az embereket, hogy mutogatok dolgokat, és akkor aki alkalmas rá, vagy befogadóképes, akkor
az úgy szereti csinálni. Hát azért én azt gondolom, hogy mindenképpen egy tudást adsz át, hát te azért kitűnő festőművész vagy, úgyhogy azért olyan útmutatást, hogy azok az emberek vagy gyerekek, akik hajlandóak arra, hogy a művészet közelébe éljenek, akár alkotóként, akár mint művészetkedvelőként, azok át tudnak venni tőled egy magát, azt az életérzést, hogy maga a művészet mit jelent, és ezeket meg tudják mutatni. Úgyhogy mondom, egy kifejezetten ájulat volt számomra az, hogy amit látok, és többek között azt is felfedeztem, hogy azért vannak itt kis plasztikák, meg olyan kis tárgyak, ami akár egy ilyen kis kézműves terembe is elkészülhetne, de mégiscsak egy művész vezetése alatt készül, úgyhogy ezek műtárgyak, nem? Igen, nagyon szeretnek a gyerekek agyagozni, és én viszont, hát ugyan jártam kerámia körre, de nem tudok edényeket készíteni, soha nem tudtam korongozni, és korongom sincs, de a szobrászat közel áll hozzám, és akkor így próbálom a modern szobrászat keretein belül, de ha neki kedvük van edényeket készíteni, készíthetnek. Az a lényeg igazából, hogy azon kívül, hogy megértetni valahogy a művészetet befogadóvá tenni, érzékenyíteni a gyerekeket, felnőtteket, és főleg a kortárs vagy a modern művészetet megértetni, azon kívül a legfontosabb dolog, hogy ne veszítsék el az érdeklődésüket és az önbizalmukat, hogy jó kedvel alkossanak. Mert hogy nagyon sokszor hallok olyan felnőttet, hogy azt mondja, hogy jaj, hát már soha nem volt nekem tehetségem, pálcika emberen kívül nem tudok semmi mást, és hogy ebből általában oda vezethető vissza, hogy valahogy úgy elvették a tanárok a kedvét. És most is van olyan kislány, aki egész évben szorongva alkot, és táborba kinyílik, mert hogy a tanítónéni nem értékeli, pedig iszonyú tehetséges kisgyerekről van szó, csak nagyon érzékeny, és akkor úgy elbizonytalanodik. Igen, szóval nehéz ez most, mert manapság sajnos az oktatási rendszerünk, ugyan most nem vonjunk le különleges következtetéseket, de sajnos a művészet történet oktatás szűnik meg, a rajzórák, ha lehet, akkor perifériára kerülnek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a te nevelési szándékod, mint tanári vénával megáldott művész, szerintem ez egy példaértékű. És én azt gondolom, hogy ilyen helyek, mint ahol most éppen ülünk, ezek a helyek meg megint példaértékűek arra, hogy egyáltalán engedik azt, hogy te megmutathasd valakiknek ezeket a dolgokat. Itt most speciál arra gondolok, hogy nemrégiben itt egy néhány perccel ezelőtt fejeztél be egy nagyon fontos kis, nem is tudom, talán egy órát vagy egy foglalkozást idős néniknek, akik egy bizonyos grafikai technikával alkottak, és hát őrület jó volt. Hogy látod te azt, hogy az összes generációnak szüksége van erre, hogy művészet közelébe éljen és tanuljon? Mindenkinek, nem csak generációnak, hanem minden embernek. És tényleg úgy van, ahogy a hegedű tanára mondta kisfiamnak, hogy annyira jó érzés lenne neki alkotni, hogy van, amikor leül, amikor semmihez nincs kedve, fáradt, és ha csak úgy valamit készít, már az annyira jó dolog, hogy így kikapcsolja, és szerintem az egyfajta nem csak nekem gyógyszer, hanem mindenkinek az, hogy nem kell különleges alkalomra készülni, csak úgy így kiadni magadból a feszültséget, úgy gondolom. Vagy... Igen, egy nagyon picit még menjünk vissza arra a pontra, hogy ez a géniusz, mindenki géniusz alapítvány, ez milyen ötletből áthatva fogalmazódott meg benned? Hát igazából ez nem is az én ötletem, hanem a páromé, Istváné, ő találta ezt a címet. Úgy történt, hogy akartunk egy alapítványt létrehozni, többek között a kényszer is, hogy kitört a Covid, és mindenféle tanítási
dolgom megszűnt. Nem mentem óvodákba, a műtermi foglalkozás, annak is hát kijárási tilalom volt, és hogy valahogy létrehozni valami függetlenedni ezektől a rendszerektől vagy dolgoktól, és az is volt a cél, hogy nagyon tetszik ez a Waldorf-féle iskola, meg a felvételiztetés, hogy hosszú távon azt szeretném, hogy bárki, aki szeretne alkotni, de hogy mindenkiben megvan a tehetség, mint ahogy a nénikbe is, hogy úgy jöttek be, hogy ők egész életükben nem tudtak rajzolni, és nekiállnak alkotni, és akkor így elájulnak, hogy ők képesek erre, és tudnak. És tényleg ez az alapítvány címe szerintem nagyon találó, mert hogy mindenkiből ki lehet hozni, hogy az alkotás nem a jó rajzolás vagy jó kézügyességről szól, hanem a fejben dől el, mint minden. Hogy maga, úgy gondolom, hogy mindenki meg tud tökéletesen rajzolni olyan szempontból, hogy le tud másolni valamit, de nem mindenkiből lesz művész, és nem, ez nem azt jelenti, hogy művész lehetek, hogyha jól rajzolok. Annál sokkal több kell, viszont mindenkiben van egy olyan fajta erő, főleg a pici gyerekekben még nagyon benne van, amilyen ösztönös erő, amit ők ki is tudnak fejezni, és hogy ezt a fajta bátran merjenek alkotásba, képzőművészetbe beleülni az érzéseiket, és alkotni, mert hogy ez az erő előjön valahogy ezt akarja kifejezni az én azt látom, meg hogy, én is. Hát így van, mert az az érdekes ebben az egész történetben, hogy bizonyos nevelési szándék is gyanítom van ebbe a történetbe, hogy hogy is lehet például műtárgyak között élni. Ez valószínűleg abból jöhet ez a dolog, hogyha én a művészet közelébe vagyok, próbálok alkotni, akkor könnyebben tudom azt is végig gondolni, hogy én ilyen tárgyak között éljek. Hogy ne csak egy fehér, vagy sárga, vagy bármilyen színűre festett falam legyen otthon, és még az sem biztos, hogy mondjuk valamilyen tapétát válasszak, hanem lehet, hogy rajzokat akarok, vagy grafikákat, vagy akár a saját éppen megalkotott műveimet kirakni. Úgyhogy ez egy életszemlélet, mint ahogy a Bauhaus sem egy grafikai, vagy egy festészeti, vagy egy geometrikus szemlélet, hanem egy életvitel, ugye? És ezt próbálod, gyanítom, egy kicsit te is ebbe az alapítványi létben a tanítással összehozni, nem? Ezt is, de nem feltétlen csak ezt, hanem ahogy megjegyezte a Katalin, tudod, aki elvitt a munkáját, hogy még otthon folytassa, hogy amióta jár foglalkozásra, és különféle technikát kipróbál, mint fa meccet, linó meccet, mindenféle, egész más szemmel nézi a kiállítást. És annak idején azért, én ugye a művészeti középiskolába jártam grafikaszakra, de nem mutattak technikákat, viszont egyetem alatt grafikáztam, és ennek azért örülök, mert hogy értek, hogy elmegyek egy kiállításra, és sokszor elírják a technikát, mert művészettörténészek állapítják meg, és tudom, hogy teljesen tévesen írják oda, hogy nagyon fontos tudni, hogy pontosan, és ha nem próbálom ki, akkor egész más ember ként látom, meg hogy más a befogadó képesség, hogyha kipróbálja az ember, rájön, hogy nem is olyan egyszerű, mint hogy azt mondják, hogy jaj, én is tudok ilyen irkafirkát, hogy kipróbálja, nem tud. És főleg, hogyha minél inkább érzékel, minél inkább ezzel foglalkozik, annál inkább látja, másképp látja, vagy igen, mert most kitágul most a világ. A nénik között igazándiból nagyon sokszor majdnem felvihogtam, ahogy ezek a nénik önmagukat heccelve, és mégis nagyon-nagyon komolyan véve azt a feladatot, amit ők csinálnak. Hát itt a 98 éves néni is, hát olyan, nem is tudom, ilyen geometrikus rajzot csinált, amitől elájultam, de az összes többinek volt valami indítatása, hogy te hogy látod ezeket az embereket, ezeket azért kell bevonni ebbe a dologba, hogy egy legyen mivel foglalkozniuk, vagy föltörjön belőlük az, hogy talán ezt nem csinálták, de most igen.
Hát én az utóbbi, mivel itt nagyon sokféle külsős foglalkoztató van, nem csak én, hanem tényleg tánc, torna, ének, előadások, szóval nagyon sok mindent kapnak a nénik, de én szerintem nem csak időunalomüzésre jönnek, vagy, hanem hogy fejlődni akarnak, de lehet, hogy van, aki nem tudom, az nekem az volt az érzésem, hogy voltak pillanatok, amikor a belsőjükbe a gondolatvilágukat is kihozták, mert hiába raktál oda képeket, hogy ezt le lehetne másolni. Az a 98 éves néni az egyáltalán nem a képet akarta. Ő egyszerűen úgy gondolta, hogy ezt ő most megrajzolja. Ez egy fantasztikus pillanat volt számomra, és akkor kvázi koszos kézzel, mert hogy ez egy olyan technika, mivel ilyen kicsit maszatos lesz a kezük, mutogatták, hogy jaj, hát ők összekenték magukat, de a kép önmagáért beszélt, és az a büszkeség látszott az arcukon, hogy ők ezt ők alkották. Hogy te, aki segíted őket ebbe a dologba, te mekkora felelősség teljes büszkeséget érzel avval, hogy ő velük foglalkozol? Én amikor ide hívtak, nagyon féltem, és azért őszintén szólva, azért vállaltam el, mert amúgy nem biztos, hogy elvállaltam volna, mert hogy Covid volt, és megszűnt az összes tanítási lehetőségem. És egy barátom itt dolgozott, és pont a feleségének magánórát tartottam, és rám gondoltak, és akkor így nagyon-nagyon izgultam, hogy hogy fogok én, meddig csak gyerekekkel foglalkoztam, milyen lesz nénikkel, meg idősekkel, és aztán így az évek folyamán, most már szerintem 4 éve járok ide, hogy azt, ugyanazt a szeretetet és örömet kapom, mint az összes tanítványomtól tényleg, a kicsi gyerekekig, hogy annyira még ennyi idősen is képesek olyan nyitottan, befogadó képesnek lenni így a világ fel, ez nagyon jó dolog, és mindig úgy megyek el, hogy ilyen feltöltődve, úgyhogy jó érzés. Azt kérdezem én még tőled itt, mielőtt bemennénk majd a nénik közé, és akkor ott ebbe az órába is belepillantunk, hogy egy nagyon picit visszalépve a Génius Alapítvány tanítványaira, hogy azok a nagyon pici gyerekek is, meg a szüleik is, meg még idősebb felnőttek, milyen visszajelzést adnak neked arra, hogy jó úton haladsz? Úgy gondolom, hogy igen. Hát, ha nem járnának, olyankor mindig elszomorodom, mikor 10 év után elmaradnak, de ez természetes, mindig jönnek újak helyettük, és most már tényleg a műteremben is nap hetente 2 alkalommal tartok teltházas foglalkozást, úgyhogy mindig vannak új tanítványok, ott is most már felnőttek is, 70 éves néni fog jönni majd legközelebb, de mindig nagyon izgulok, hogy hogyan fog sikerülni. Azt hiszem, hogy kell ez a fajta izgalom, hogy jól működjön, hogy gondolkodom, hogy 10 éve tartok foglalkozást, és hogy lehet, hogy minden alkalommal nagyon izgulok, de hogy valószínű szükség van erre, hogy legyen valami lökkel. Akkor ezek szerint van egy olyan attitűdje ennek a dolognak, hogy a te művészetedet is segíti ez a dolog? Biztos, hogy van. Hogy nem tudnék meglenni csak festés mellett, és ne kelljen hát nagyon sok impulzus ér eleve, hogy gyerekekkel is találkozunk, meg felnőttekkel is, meg mindenkivel, ez mind túl üres lenne, ha csak egész nap festhetnék, és nem kéne. Hát igen, akkor ez egy élő bizonyítéka annak, hogy nagyon jó úton haladsz, a művészeted gyönyörűen működik, itt erre nagyon büszkének lehet lenni. Én nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, és belépünk akkor egy picike kis szentélybe, jó? Hogy megnézzük, hogy ezekkel a fiatal lelkű, de idősebb hölgyekkel milyen baromi jó kis foglalkozást tudtál csinálni. Köszönöm szépen. Én köszönöm. Szóval a mai nap csupa fekete munkákkal fogunk foglalkozni, mert hogy múltkor elkezdtük a viaszkarcot, és úgy gondoltam, hogy mivel már sokan előre haladtak, úgyhogy nem egyszerre fogjátok befejezni,
fekete lapot hoztam, és fehér rajzot fogunk rá készíteni. Vagyis ez a kettőnek egy kicsit a kiegészítése, mert hogy itt visszakaparva adódik ki, itt meg a fekete alapra rajzolni kell. Úgyhogy egy ellentét is, de van bennük közös is. Köszönöm. És most azt szeretném megkérdezni, hogy ki az, aki valami fotót kér, vagy mindenki fejből alkot. Hogy valamit rajzol. Bele, tovább azt neked, tovább kell folytatnod, Illi, de van, aki csak most kezdi, illetve Ildikónak én készítettem, ami nincs név, az az Ildikónak szántam, mert a múlt héten születésnapja volt, Isten éltessen sokáig, és akkor így a, ne maradjon le őse. Mivel akkor jó egy rajz, egy ilyen viaszkarc, ha fele-fele arányban van a fekete, a karcolással. Ugyanúgy, mint egy fametszet, vagy linómetszet, hogy akkor lesz kiegyensúlyozott, és nem csak kontúrosat lehet, hanem satírozás. Szóval itt például Marikánál pöttyözni lehet, lehet firkálgatni is, meg vonalkázni is, meg egymásra is. Bemutathatom? Igen. Hogy egymásra is lehet vonalkázni, mint amikor rajzolunk tussal. Igen. Például már volt ilyen feladat, hogy hogyan lehet satírozni. Csak itt most a satírozással pont világosítjuk. Igen. Hozok képeket. Tájképet vagy virágot? Én. Marikának tájképet adok. Mutogatok városképeket, meg tájképeket, és ha valaki kéri, akkor jelentkezzen, jó? Hogy melyiket? Hát semmi, ez olyan, mintha egy ceruzával rajzolnánk, csak fordítva működik, mert hogy feketéből világos lesz, ahogy látja Marian, hogy elkezdi rajzolni, feljön ez a viaszkarc, amit a múlt héten karcoltunk, és akkor ez a havas rész színes lesz. Úgyhogy azokat a részeket, ami feketén akar hagyni, azt nem kell kikarcolni. És akkor kb. Akkor lesz jó egy munka, hogyha fele-fele arányban van a fekete, meg az a színes, a kikarcolás. Köszönöm szépen. Szívesen. Ez így érthető. Minden, amit feketén akarsz hagyni, például azokat a boltíveket, azt ne karcold ki, hagyd a legvégére, és akkor legvilágosabb ez a felső rész, ez, meg itt ezeket a köröket, itt a cserép tartó tetejét. Mindig hunyorítani kell, és megnézni, hogy mi a világos, mert akkor jobban összeáll a kontrasztosság. Hogy... Ne ezzel kezdjem? Hát azt megrajzolhatod, csak ne karcolt ki, mert fordítva kell gondolkodnod, hogy mindent, amit belekarcolsz, az nem fekete lesz, hanem világos. Jó, Éva, hogy mindig itt távolról nézed. És akkor azt próbáld meg, hogy ne csak egyfajta satírozás, hanem jó ez a hullám, meg ez, hanem így egymáson is. Jó. Meg lehet, hogy az eget, hogy... ezt így hagynám, és az eget karcolnám teljesen ki, mivel nyilvánvaló, hogy az a legvilágosabb. Igen. Jó. Szóval, hogy most talán azzal folytatnám. Hát még a vár az még. Azt hagyja, de először az eget, és utána. Te pedig a havas részt, mivel az fehér, meg itt a hegyet, azt így megrajzolhatod, a havas részt teljesen karcolni. Jó. Nagyon jó, csak azt nézd, hogy a forma meddig havas. Egészen a vonatot ne karcolt ki, hanem a vonatig, vagyis így karcolt, nézd, hogy teljesen feljöjjön. Először határozd meg, hogy például a hegycsúcs az így van, és akkor a hegyet is ki kell, itt meg előtte fenyőfák vannak, amit te úgyis nagyon szeretsz. Úgyhogy ide rajzold meg, és akkor így. Így. Szereti a fenyőfát. Meg itt a fenyőfák alatt van egy ilyen árnyékos rész, azt nem kell teljesen kikarcolni, csak épp így ilyen kis vonalkákkal, és itt viszont megint. Hogy mindig hunyorítsál, nézd a képet hunyorítva, és látod, hogy hol a legvilágosabb a hegycsúcs, a hó. Jó, az eget próbáld meg teljesen, úgy, mint Marika a havat, hogy egy az egybe ki megmutassa. Igen, légy szíves. Ja, annyira...
Igen. Egészen, jó. Igen, igen, bátran, ne féljél tőle. Jó. És még a felhőt is, de azt meg így. Azt meg, ilyen, igen, mint a vattaszerű. Igen, igen, köszönöm. Nagyon izgalmas, Margit néni, amit kitalált. Nagyon jó lesz, és akkor lehet más irányból is, igen, hogy nem csak igen, erről, hanem igen, mondjuk igen, így, meg lehet több irányból is, hogy ne vonalas, hanem igen, mondjuk négyzethálós legyen. A virágokat lehet egy kicsit nagyobbba, mert most, hogyha megnézed, ez ilyen picikkel, látod? Aha. Jaj. És hogy ugyanakkorába csinálod, mint hogyha ez lenne, de aha, közben az egész akkor négyszer akkora, úgyhogy most már a vázát nem tudod, az lesz egy kis váza, de a virágokat még így, igen, igen. Jó. Én még egy nagy levelet tartozom, egy kicsit meg ilyen. Nagyon jó, de még legyen például körülötte nagyon fekete, hogy ott valami vagy mintát, vagy teljesen karcold így ki. Milyen mintát? Hát lehet pöttyöket, vagy virágos vonalkázást, mármint hogyha eső lenne, vagy lehet egyszerűen megmutathatom? Meg, hogy nem. Hogy ezzel a vastaggal, hogy teljesen mondjuk kikarcolászni így. Vagy lehet így. Vagy lehet már mindenfélét, hogy egyik része ilyen lesz, a másik meg ilyen vonalkákat, de a sötéten annyira nem látszik, meg azt érdemes teljesen. Meg lehet ilyen kis pöttyöcskéket, ilyen esőcseppszerűséget. Sok fekete az. Igen, igen, az a lényeg, hogy valamivel kitölteni, és azt így szabadon te döntöd el, hogy most mivel szeretnéd, hogy csak így satírozgatsz, vagy kitalálsz valami formát, és akkor mondjuk ilyen spirálokat, csak így körbe-körbe haladsz. Szóval ez, én csak így mutatom, hogy igen, így tippelgetek, hogy vajon mi az, ami neked tetszik. Meg lehet ilyen kis golyócskákat. Jó. Próbáld ki, aztán átalakíthatod még, hogyha nem tetszik. Mármint jobban kikarcolhatod. Visszafele alakítani is lehet. Erre akkor is mindenfelé. Igen, igen. De még nagyon fekete az egész, azért gondoltam, de a nevedet mind valahová alulra karcold. Mindenki a nevét karcolja, ne a hátuljára, hanem az elején is legyen rajta. Ezt a vonalat. Könnyedén. Könnyedén? Igen, hát hogy itt elkezdted, nézd, és akkor ez itt egyenes, középen. Ezt így behúzhatod, vagy behúzzam neked? Hát, hagyjad, Ildikó, hagyj húzom. Dehogy ne. Csak jobb, ha ő húzva egyet. És akkor ez így felfele, látod? Itt Devivel egyenesen húztad, akkor itt is egyenesen folytatom. Mert erre fele kellene, látod? Így perspektívikusan. Igen, így. Csak lemaradtam. Kevés. Vagy húzzam, igazítsam hagytam meg? Igen, mert keveset hagytam. Látom, de már... És akkor közötte, ahol nincs semmi vonal, látod itt? Igen. Vannak az ablakok, vagy ajtók, vagy... Ez a boltívek. Boltívek, igen. Úgyhogy ezt így melekarcolhatod így, mindegyik közé. És az a lényeg, hogy a fekete részt ne karcol túl, hogy az maradjon feketén. És akkor itt hát a középső boltív... Van egy picike, látod? Csak középső boltív előtt van ez a szökőkútban, ez a nagy növény, azt így érdemes így megrajzolni, hogy tudod viszonyítani, akkor egyből már. Igen, úgyhogy most már szerintem te tudod folytatni, és akkor ezeket a részeket is tudod majd vonalzóval, ezt a mintázatát a igen, földnek. Az vestem el. Jó, és akkor nézd meg a túloldalon, meg a hegyet is, hogy a hegy meddig tart ott fent. Tudod, hogy ott is bele kell. Nézd meg az eredeti képet, hogy a kék, az eredetit, amiről másolod, Marika, az asztalon azt. Látod, hogy a vonat felett, hunyorítva nézd az eredeti képet, fehér, mivel havas a táj. Úgyhogy a vonat a leg...
nagyon erősen piros, meg az ég, de a havas tájat, a hegyeket még jobban ki kell karcolnod. Meg a fenyőfákat is erősebben. Szóval jó, ez csak ez... még itt ezeket, én nem hagynám meg ezt a szegélyt, hanem azt végig karcoln. Mindenhol. Itt. Itt, majd fent az ég, égnél, és jó, utána haladjál köszönöm. Majd tovább. Például ne legyen levegőben a váza, hanem legyen egy asztal, és akkor legjobb lenne, hogyha mintás terítő lenne. Mert hogy jól passzol ezekhez a virágokhoz valami. Ide hozzam a múlt heti csipkét, hogy esetleg azt lemásolni annak a mintázatát. Tudod azt a fehér csipkét, amivel dolgoztunk. Ja, nem másolni kell, az csak egy ilyen kiindulás, és akkor ennek van egy szép ilyen mintája. Úgyhogy ezt most határozd meg a horizontot, hogy meddig tart az asztal, és akkor próbáld ezt így térbe megrajzolni. Mondjuk eddig van az asztal, akkor a váza nem eshet bele az asztalba, vagy... Hát, de tudod, hogy rajzoltunk már csendéletet, vagy nézd meg a poharat. Lehet az asztal úgy, hogy az asztal... Mondjuk ide lesz, idáig van az asztal. Az igen. Lehet. Igen, de mindkét fele legyen. Nézd, vonalzóval csináld azért, hogy egy vonalba legyen a két oldal a vázának. Hogy mindenkinek van egy saját stílusa, igen. És meg lehet ismerni a munkákat, nem? Jobb lenne, ha hát. Hát akkor viszont valahová. Nem, az volt a kérdés. Ja, hát közben meg belekarcoltál, akkor ide írjad. Hát ugyanazzal a kis fogpiszkálóval. Most már leteheti, és még egy kicsit alul karcolásza itt, jó, ezen a részen. És a nevét is, jó, Marian? Meg lehet a szöggel is. De elől is legyen rajta. Jó? Ó, Zsuzsi, már nagyon jó lett. Nincs készen? Mindjárt készen van. Ezt a fekete részt kérlek ne rajzol tovább, hogy legyen benne az a kis üresen, és ide a neve. Igen, szóval ide még a nevedet. Én köszönöm. Nagyon jó lett. Olyan, mint egy ilyen szürrealista táj. Gratulálok, Marian, szép. Margit néni készen van. Igen. Szuper lett. Rajta van a neve? Nem tudtam ráírni, mert olyan ráírhatom én? Igen, igen. Az hamisítás a mese. Nem a sajátomat. Hát, valami. Én csak annyi írtam, hogy Boni. Lerakhatom a tiédet is? Igen, elviheted, csak lefotózom együtt, tudod, és most már nem gyűjtöm be, mert már a kiállítás áll, úgyhogy sajnos elment a Zsuzsi, meg Marian is, de majd akkor legközelebb odaadom. Csak így együtt leszoktuk fotózni. Ezzel is lehet azt csinálni, Emesel, amit csináltál képekkel, hogy olyan fényes lett? Belamináltuk. Laminálásnak hívják. Ezeket a feketéket szerintem nem érdemes belaminálni. A festményeket. Mert nagyon tetszik neked ez a módszer? Igen. És pont azt a pálmafás rajzomat, azt tudod, hazavittem, és az nem lett úgy.